országos szinten is elismerést és megelégedettséget látott ki a kampányon. A tavasszal elindított oltóanyag kampány eredményeiről számoltak be a Városházán csütörtökön délelőtt. Baja város vezetősége márciusban döntött úgy szakorvosok javaslatára, hogy az agyhártyagyulladás kialakulásáért felelős meningokókusz elleni védőoltást ingyenessé teszik a leginkább veszélyeztetett 14 éves fiatal korosztály számára. Dr. Matán Eszter hangsúlyozta, fontos a mielőbbi megelőzés, hiszen a betegség az esetek közel felénél halállal végződik, a túlélőknek pedig gyakran kell megküzdeniük különböző szövődményekkel és maradványtünetekkel. Szerettük volna fölhívni a szülők, a gyerekek figyelmét arra, hogy miután kitárult előttük a világ, utaznak, pályázatokon vesznek részt, különböző nemzetek gyerekeivel találkoznak, ahol gyakrabban fordul elő ez a betegség, mint mondjuk Magyarországon szerencsére, ezért biztosítsuk számukra ezt a védettséget. A kampány sikeres volt, hiszen közel 90 fő igényelte a vakcinát. A szakorvos ugyan elégedett a számokkal, de mint mondta, örülne, ha még többen kérnék az oltóanyagot. A fiataloknak a jövőben is lesz lehetőségük az ingyenes szérum beadatására, hangsúlyozta Csobák Nébesesek Andrea sajtótájékoztatón. Ez a támogatás, ez folyamatos. A következő évben, március 1-e környékén fogják megkapni azok a fiatalok, akik kaphatják, tehát a 14 éves korosztály, és március 31-éig kell majd a jelentkezést visszaküldeni. És akkor a következő évben is folytatódik ez a program. Az ingyenes vakcinát a 14. életévüket betöltött fiatalok kérhetik egy a polgármesteri hivatal által kiküldött tájékoztató alapján. Az injekciót minden esetben a házi orvosi rendelőben lehet beadatni a gyermekeknek. A szakemberek elmondták, az oltóanyag ára alapesetben 10.000 forint felett mozog. A fiataloknak legközelebb a következő év márciusában lesz lehetőségük a vakcina igénylésére.